A politikai problémák ellenére Flandria gazdasága virágzik, piaca pedig folyamatosan növekszik. Hangzott el azon az üzleti találkozón, amelyen a szabolcs bereg megyei cégeknek tartottak tájékoztatót a flamand és a belga piaci lehetőségekről. Az összesítésből kiderült, a magyar és a flamand cégek exportja igen jelentős mértéket ért el 2017-ben. Körülbelül két milliárd dollár volt, amit a flamantégek 2017-ben Magyarországra exportáltak. A magyar export kicsivel kevesebb, az körülbelül másfél milliárd volt. Ezzel együtt Belgium és Flandria kereskedelmi partnerei között Magyarország igen előkelő 24-25. helyet foglalja el, ami, ami azért, ha belegondolunk, hogy hány száz ország van a világban, egy igen jó helyezés. A két állam hosszú évek óta jó kapcsolatot ápol, Belgium kiemelten kedveli megyénket. Ennek bizonyítéka, hogy itt épült az inkubátorház, valamint részfinanszírozásból záhonyban a logisztikai központ. Flandriában a komoly technológiát képviselő innovatív vállalkozásoknak van a legtöbb lehetősége. Ezért a belga nagykövetség ösztönzi a magyar vállalatokat, hogy telepedjenek le a térségben, mert onnan nagyon könnyen elérhető Európa vásárló erejének legerősebb része Németország, Franciaország és Anglia. A vállalatokat próbálják ösztönözni arra, hogy vegyék fel a kapcsolatot egymással. Ehhez például nagyon jó lehetőséget nyújt a Plátó program, amit a kelet flandriai Kamara fejlesztett ki, és Magyarországon elsőnek itt így Nyíregyházán kezdődött ez a mozgalom. Ma már egész Magyarországra kiterjed, és nagyon sok, úgy tudom, több száz kis és középes vállalkozás tanult már ebből, vesz részt ebben a programban, és alakít ki nagyon jó kapcsolatokat egymással és a flamand vállalatokkal is. A lehetőségek ellenére nem sok vállalkozást tette be a lábát eddig a flamand piacra. Ennek oka elsősorban a nyelvtudás hiánya, ugyanis sok cégnél még most sem beszélnek sem németül, sem angolul. Ez pedig elengedhetetlen lenne a hosszú távon folyamatosan jövedelmező kereskedelemhez.